A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mint már beszámoltunk róla, az elmúlt évi nagy sikerek, illetve hát már több évre visszamenőleg nagy sikerek után, amikor is a Szép Szabad Színháza a Mesteremberek című előadással elnyerte a 8. Komlói Amatőr Színjátszó Fesztivál a KASZT, illetve találkozó a KASZT fődíját, október 6-án és 8-án ugye megrendezték az idei találkozót is, az október az így ebben a formában nem igaz, mert ez a múlt hónapban volt, és ezen a találkozón sem maradt a társadalmi elismerés nélkül, hiszen Borbé László az Átok című drámájának Nagy Judit rendezésében színre került darab egyik, vagy leginkább főszerepében nyújtott alakításáért Szabó Miklós Bence érdemelte ki a színészi különdíjat, és egy rangos szakmai zsűri döntése alapján ennek azt hiszem együtt örülhetünk. Szervusz Bence, örülök, hogy itt vagy velünk. Szervusz, és köszönöm a meghívást. No, hát mielőtt erről beszélnénk, mert ez egy nagyon-nagyon fontos, esztendőről esztendőre azt tapasztaljuk, hiszen, és itt egy kicsit vissza kell tekintenünk, beszéltünk már arról, hogy Tóth László, nemrégiben köszöntöttük őt az évfordulóján, aki elindította ezt a folyamatot, viszont egy fantasztikus társulat jött össze. És Nagy Judit, aki az édesanyád, egy olyan csapatot hozott össze, hogy én már a negyedik generáció is sikert sikerre halmoz. Ehhez viszont nagyon-nagyon fontos a múlt mellett az, hogy elindultatok egy kortárs úton. És ennél fontosabb nincsen. Én azt gondolom, hogy a klasszikus színházaktól megszokhattuk, hogy a mélységeket kutatják, és a múltat is. De az, hogy Grotowski nyomán, ha úgy tetszik, éber állapotban élitek meg a valamennyi előadást, az kivételesen fontos számotokra. Mit jelent a fiatal színészek számára, hogy olyan színházi előadásokon mutatkozhatnak be, amely tulajdonképpen levetíti a mai kor áldásait, átkait? Hát szerintem mindent. A hétköznapokban például egy csomó mindenre gyógyírt, akkor nagyon sok olyan energiát, amiből utána a mindennapokban tud az ember táplálkozni. Tehát akik most mi ott a Szabad Színháznál ott vagyunk, ilyen jellemzően ilyen magként, azoknak az életének mindennapi része a színház, de mindennapit azt nagyon sokszor úgy kell érteni, hogy tényleg mindennapi, amiből folyamatosan tud energiát gyűjteni, megmutatni az ő gondolatait, és folyamatosan együttműködni, mert és ez az egység, ez ami szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy nálunk a munka nem az ilyen, hogy mondjam, rendezői színházra van építve, hanem sokkal inkább egy ilyen közös gondolkodásról van szó egyes próbafolyamatok során, ahol van idő arra, hogy egy kicsit meghallgassuk ezt az ötletet, azt kipróbáljuk, nem tudom, itt van valakinek egy ötlet, és úgy tudunk mozogni, és ennek hatására sikerül minden darabnál egy kicsit megújulni, egy kicsit újabbat mutatni, és akkor így bemutatni ezeket a produkciókat. Tehát, hogy erre helyezném elsősorban itt a hangsúlyt. Te ebben nőttél fel, mondhatjuk, hiszen édesapád is a színház művésze, ha úgy tetszik, és ez egy olyan csapat, ráadásul olyan csapatot alkottatok, akik hasonlóan az innovatív gondolkodás jegyében tanultátok meg mindazt, ami azt a folyamatot, mert ez egy folyamat, azért valljuk meg, hiszen itt túlléptek a hagyományos színházi kereteken is. Okozott nehézségeket az első időszakban, hogy olyan darabot játszatok gyakorta, amely tulajdonképpen felszólít arra, hogy kicsit gondolkodjunk másként, és gondoskodjunk a 21. századi önmagunkról. Mutassuk meg, hogy mi történik itt valójában. Hát azért nem okozott nehézséget szerintem, mert hogy mint ahogy említetted is, mi ebben nőttünk föl, sőt, hát most akik nagyon sokan játszók vannak, többek nevében mondhatom, hogy ebben nőttünk föl.
És ezt a munkamódszert láttuk mi már gyerekkorunktól kezdve, hát amikor mi kicsi gyerekek voltunk, sokan játszanak még így nálunk, akkor nem tudom, már 5-6 évesen mi sokszor ott ültünk a próbán, és akkor hasonló munkamódszerrel, meg újszerű megoldásokkal, meg mindig aktuális kérdésekkel próbálkozott folyamatosan dolgozni, meg foglalkozni a társulat. Úgyhogy utána ugye megnőttünk mi is, nem tudom, véleményünk lett, és akkor ezeket is igyekszünk mindig beépíteni egy-egy darabba. Szóval azt gondolom, hogy nehézséget azt nem okozott. Meg hát nem is csak az előadásmódra gondolok, hanem hogy ugye nálunk a társulatnál mindenki mindennel foglalkozik gyakorlatilag. Tehát egy darabban, amiben benne van, hogyha így fogalmazhatok, akkor azzal együtt lélegzik, mert a díszlettől a jelmezen át az, hogy itt-ottam ott a járások, hogy alakuljanak ki, a karakterek megformálásáig, ott mindenre ráhatásod van, és utána, amikor megvan az előadás, te vagy a műszak is, aki elpakol meg a kellékes. Egyértelmű, hiszen a reformmódszertan színház nyelvi, ez hozzátartozik, hogy mindenhez érteni kell. És itt nem véletlenül említettem Grotowskit, illetve Stanislavski is ebbe a körbe tartozik, mert hogy én azt figyeltem meg, hogy rendkívül jó érzékkel választódik ki a darab, és a szereplőgárda nem különben. Ebbe van beleszólásotok? Hát általában ez úgy történik, hogy a társulatnak a rendezője, meg a művészeti vezetője, Nagy Judit szokott darabokat elsősorban föltalálni, és akkor ezeket így bedobja, hogy mit szólnátok hozzá, hogyha ezt a következő évadban elkészítenénk, bepróbálnánk, és akkor így nyilván ezt lehet véleményezni, de aztán itt ebből a szempontból nem feltétlen van demokrácia a társulatban, és akkor elkezdünk egy anyaggal dolgozni, és akkor azt valahogy a mi szájízünkre, amennyire az adott mű engedi, alakítgatni. Egyébként nem titok, a forgószínpaddal közös együttműködésünkben egyre több szabadszínházas darab kerül be. Ilyen volt a Káosz, a Pánik, jó néhány olyan különleges formanyelvű darab, amely egy aktuális társadalmi problémát feszeget, és ebbe a körbe tartozik az Átok, igen, természetesen, és a legutóbbi Mrozsek darab nem különben. Ezekben mindegyikben főszerepet játszottál, és ez egy nagyon fontos adalék a pályafutásodhoz is. Mert ha visszatekintünk, akkor nyilván nem főszerepekkel kezdtél. Miként lehet megbujtkozni, hiszen azért itt a médiacentrumban is fontos feladatok várnak rád, azzal, hogy ezeket bizony átéléssel nem csak meg kell tanulni a szöveget, sokkal inkább elhelyezni magad abba a korba, abba a szituációba a rendezői elvek mentén, és ahogy mondtad, hogy itt mindenki azért a saját intuitív elvei mentén is segíti a darabot, tehát ezt át kell gondolni, tehát itt azért mélységek vannak. Hogy jön ez össze? Hát nyilván, hogyha az ember egy főszerepet játszik, akkor sokkal nehezebben, mint hogyha mondjuk egy mellékszerepben kell megcsinálni az adott karaktert, hiszen akkor mondjuk több idő jut arra, hogy az egyéb darabbal kapcsolatos munkából kivegye a részét, gondolok itt most a zenéknek az összeállítására, vagy az itt ott lévő fényeknek a kitalálására. Ugye egy főszerepnél sokkal inkább a karakterrel, illetve a darabban megjelenő bizonyos szituációkkal kell foglalkozni, ugyanakkor egy próbán nincs az, hogy miután itt egy olyan társaságról van szó, akik egy baráti társaságot is képeznek, hogy akkor te most egy kicsit próbáltál, aztán akkor van, nem tudom, fél órányi lélegzetvételnyi szüneted, és akkor félre tudsz egy kicsit vonulni a másikkal, megbeszélni, hogy amúgy mi van veled, hanem folyamatosan a színpadon vagy, és egy nagyon koncentrált munka szükségeltetik ahhoz, hogy utána megszülessen az az eredmény, amit végül a színház szeretők, illetve a közönség majd lát egy előadás során. Úgyhogy hát nyilván sokkal több energia befektetéssel is jár, viszont utána meg egy nagyon
ez az energiabefektetés, ez vissza is jön energiába a közönségtől, hiszen végig fönt vagy a színpadon, és akkor a nézőknek minden egyes rezdülését érzékeled, meg hát utána a végén egy iszonyatos energia bomba zúdul rád, amikor megvan a taps, és akkor utána nálunk ugye szokás, hogy közönséget azt azért nem elengedjük, hanem akkor a másik helyiségbe invitáljuk őket, és akkor van egy kis idő, meg lehetőség beszélgetni a darabról velük, meg a karakterekről, és azok nekem nagyon sokat adnak mindig, amikor a közönségtől olyan visszajelzéseket kapunk, hogy ezt is látta, meg ezt is, de hogy ez milyen jó volt, milyen fantasztikus volt, meg mennyit adott neki, meg akkor vannak bennük még kérdések, hogy ha ez így alakult volna a karakter életében, akkor mi történik? Tehát, hogy kis ilyen filozófikus kérdésekre is van idő, úgyhogy hát nagy energiabefektetéssel jár, de megtérülő energiabefektetése. Alapból azt mondom, hogy ti egy igazi csapatot, csupa nagybetűs csapatot alkottok. Tehát azért van három generáció most a Szabad Színházban. Most a töpörtjüket, a kicsiket nem említem, mert nyilván ők nem vesznek részt ilyen értelemben a társulat munkájában egy-egy előadás után. Viszont mennyire tudtok egymásra hagyatkozni a kulcspillanatokban? Mert azt tudjuk, hogy a végén, és magam is tapasztaltam, hogy a végén a közönség bizony, aki áhítozik arra, hogy kortárs drámákat láthasson, az rendkívül hálás, és ők azzal, hogy szinte kézközelben, szemközelben élhetik meg ezeket, az nagyon jó dolog. De hogyan vagytok ti, a csapat? Tehát mondjuk egy fiatalabb generációban jövő. Hát elsősorban úgy, hogy szerintem próbáljuk egymást próbák folyamán is segíteni, meg fontos az a szemléletmód, amit mondjuk kettő generáció, vagy adott esetben a legfiatalabb és a legidősebb generáció képvisel. Tehát az a szemléletmód, amivel mondjuk dolgozik a Törsök Márti egy darab folyamán, aki idén ugye 65 évesek vagyunk, mint Szabad Színház, és ő egy alapítótag, az nem feltétlenül van meg abban a generációban, aki most 10 évesként áll vele egy színpadra, vagy 20 évesként áll vele egy színpadra. És itt kettő olyan, hát egyrészt itt egyfajta tapasztalatot tud hozzáadni a dolog egy előadás elkészüléséhez, a fiatalabb generáció részéről meg egy olyan fajta frissességet, meg adott esetben másfajta formanyelvet, amiből, hogyha azt összepakolod, akkor egy ilyen bombasztikus elegy tud kisülni. Szóval szerintem ezért nagyon jó, hogy így egyszerre több generáció is van a színpadon, de ugyanakkor meg csomószor egy rengeteg érdekesség is adódik ebből a, hogy több generáció áll egy színpadon. Ugye mi nagyon sok mindennel foglalkozunk, nem csak kamara előadásokat csinálunk, meg kortárs drámákat, hanem adott esetben vásári játékokat is, meg az utcán is össze lehet velünk futni. És pont most nyáron volt erre egy olyan példa, ami ilyen kis érdekesség, hogy amikor még a 2000-es évek elején a társulat először színpadra tiltotta Adorján Viktornak a Minimum Hysterium nevű vásári játékát, egy ilyen farsz típusú képmutogató játék, akkor ott még én, mint a legfiatalabb generációnak a tagja, 10 évesen játszottam a Kis Istvánt az Udvaros Gyurival, aki szintén alapító tagként van jelen a társulat életében a mai napig, vele volt közös jelenetem, és az Udvaros Gyuri még mindig benne volt abban az idei nyáron abban a jelenetben, de már a Kis Istvánt, például most az én kisfiam az a Bogoton játszotta, és ott 4 generációnyi különbség volt gyakorlatilag közöttük, és ugyanúgy működött, és a Gyuri ugyanazokat a dolgokat egyébként, mikor próbáltunk, akkor a Botonnak is elmondta, mint annak idején nekem, én emlékszem. Jó, ezek csodapillanatok mindenképpen. És az is csodapillanat, hogy igen, ha már Botonnál tartunk, tehát a családot nem lehet megkerülni. Szó esett édesanyádról, édesapádról, nagyon fontos lelked jobbik fele Marietta, aki ezt nem csak tűri, hanem segíti is, igen, a maga módján, értelemszerűen, és Botond, aki egy rendkívüli tehetség lesz, de hát mi más lehetne a 4., 5. generáció, ha úgy tetszik,
hiszen ebben nő fel. De neked mennyire jelent nehézséget, hogy az itteni munkád mellett, mert azért valljuk meg, hogy itt is azért két műszakban toljuk, ha úgy tetszik. Tulajdonképpen van valamennyi fehérvári veretes ünnepen, már pedig van bőségesen, és itt nem csak az augusztus 20-ára gondolok, a Szabad Színház ott van, és én azt mondom, hogy míves, elismert produkciókkal jelentkezik, és valamennyiben benne vagy. És ráadásul ehhez még hozzáteszem, hogy a Vörösmarty Színházban is egyre több felkérést kaptok. Hál' Istennek. Hál' Istennek. Hát, hogy mennyire nehéz ezt menedzselni? Igen. Elég nehéz menedzselni. Hát ugye nyilván ez megterhelő nekem is, de hát ugye említetted itt a háttérországot, a feleségemet, Mariettát. Hát nyilván anélkül, hogy ő ezt az egészet hátulról nem támasztaná meg támogatná, ez azért nem lenne így módon kivitelezhető. Én azt szoktam mondani, hogy a tévé meg a színházról, amikor beszélgetünk, én az egyiket szoktam a másikban kipihenni jellemzően. Tehát, hogy azt nem feltétlen tudnám én csinálni, csak az egyikkel foglalkozok, mert akkor valószínűleg abba egy idő után beleégnék, kiégnék. És akkor mindig, hogyha az egyikből sok, akkor nekem van egy B opcióm, amiben belemenekülök, úgymond idézőjelbe, és akkor így egy helyre legalább kerülnek a dolgok, így kipihenni az ember az egyik helyen a másikat. Tehát egyensúlyt teremtesz. Igen, próbálok. És ez nagyon is jól van így. Egyensúlyt teremt egyébként a siker is. Mert nyilvánvaló, hogyha nem lenne közönség, már pedig van, viszont a találkozókon, a különböző színjátszó találkozókon nem lenne siker, akkor azért mindig megkérdőjelezni helyjel közzel. Ti viszont folyamatosan sikerre halmoztok. Ez köszönhető egyik oldalról a darabválasztásoknak is, a rendezőknek is, és itt Nagy Judit mellett nyilván van egy olyan új rendező generáció, akik szintén sokat tesznek hozzá, és ott vagytok ti. Én azt gondolom, hogy a kaszt az egy kicsit a tiétek is. Uh-huh. Viszont nagyon-nagyon fontos ez a Borbé darab. Én amikor ezt Borbé Lászlóval beszélgettünk erről a darabról, ez egy furcsa darab, valljuk meg mindenféle értelemben, hiszen átível egy egész évszázadon át kis híján. Igen. A látok, és ebben ugye te két szerepet játszol. Ezt hogyan lehet úgy átadni, hiszen két különböző történelmi kor, más szituáció, más helyzet. Tehát hogyan tudsz megérkezni a következőbe, ami már a napjainkban játszódik? Hát ez adja talán az egész karakternek, vagy hát két karakternek, illetve az egész darabnak számomra a legnehezebb részét, mert ugye itt beszélünk egyszer egy századelős szerepről, a Molnár András karakterében, aztán utána pedig a déd unoka gyakorlatilag percek alatt aki váltunk már Joe, a két kor között, hozzá. Aki már Joe Molnár, hogy ezt hogy megugrani, meg egy kicsit másféle játék stílust is igényel az egész. Ugye ez az előadás az úgy jött létre, hogy Borbély Lászlónak volt egy novellája, a Finita la Comedia címmel, és erre a novellára most ezt nem pontosan tudom, hogy akadtunk rá, vagy a Laci azért segítette ebben a ráakadásban a Nagy Juditot, de hogy már régóta, tehát tudom, hogy már egy-két éve ez foglalkoztatta a rendezőt, hogy ebből valamilyen módon egy előadást készüljön el, és akkor végül aztán a Laci ebben meg abszolút partner volt, Borbély László, és hát így született egy novellából egy dráma, mert ugye egy novellában volt egy mondat arról, hogy és Molnár Andrást nagyon szerették a nők, de hogy ebből azért így nem lesz még előadás, hogy ezt valamilyen módon hogy lehet megmutatni, hogy lehet bemutatni ezeket, párbeszédeket kellett, dialógokat írni, különböző jeleneteket, és egy nagyon érdekes próbafolyamat volt az egészen kapcsolatban, mert ahogy elkezdtük próbálni, úgy lettek szépen készen sorban a jelenetek. Tehát az elején mi nem egy teljes szövegkönyvvel kezdtünk bele a darabnak az elkészítésébe, hanem meg volt egy része, volt egy keret, azt tudtuk, hogy honnan, hova fog majd eljutni, de köztem még mindig menet közben, ahogy próbáltunk, hétről hétre, meg hónapról hónapra,
ezért voltak betoldások, és akkor volt olyan is, amikor nekünk volt valamilyen érzésünk, ötletünk arra vonatkozóan, hogy ide még valami betoldást kellene azzal kapcsolatban, hogy a néző pontosan értse, hogy jutunk el A-ból B-be, és akkor a Borbély László pedig abszolút partner volt ebben az egészben, és hogy most a válaszra hol fogok kapcsolódni, ezt még nem tudom, de ez ugye az volt, hogy nekem mi a, igen. Milyen... Tehát ez egy közös munka eredménye. Ez egy közös munka eredménye volt, és hát aztán végül lett belőle egy eléggé ilyen sokszínű, eklektikus, többféle játékmódot igényelő előadás. Ugye az elején Molnár András az egy vásári mutatványos, birkózó erőművész, ő vele találkozunk a darab elején az Ultónia hajó fedélzetén, és akkor mindenféle emlékképek, visszaemlékezések vannak az ő életével kapcsolatban, hogy ő neki milyen volt az iszonya az édesapjával, ott milyen tragédia történt, a ligetben milyen mutatványokat játszott ő, aztán utána este az ott megkeresett pénzt, azt milyen módon verte el, itt arra, nőkre, egyebekre. Itt ugye mindenféle ilyen vásári játék elemek is vannak, én zenélek benne, nem tudom, ördögbotozok, mutatványokat kell bemutatni, és hát utána ugye ezzel van vége, ahol ennek a résznek, hogy látjuk, hogy Molnár András a többi ki hajózó magyarral együtt elindul az Ultónia fedélzetén New Yorkba, és akkor ott ugrunk gyakorlatilag 100 évet a D-Dunokához, és az pedig már egy teljesen más típusú játékstílust igényel, mert az meg már egy ilyen abszolút realista megközelítése a dolognak. Tehát rendkívül íve van ennek a történetnek. Igen. És ez nyilván az elfogadásról is szól, és a változások megéléséről. És egy olyan csapatot alkottok ismét, ami abszolút egységes, mert ennél fontosabb nincsen, aki végigkövette ezt a darabot, és ajánlom természetesen mindenkinek, mert nyilván még azért látható lesz majd, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Mi a következő célod? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy most már abban a korban vagy és generációban, hogy most már ott a Botond, akit szintén segítened kell ebben az értelemben, mert nincs kétségem felőle, hogy ő is megmarad a Szabad Színháznál. És hát ez a 65 éves jubileumi év is kellően fontos ahhoz, hogy megmutassátok magatokat. Hát most célok között, hogyha azt említett, hogy nekem nincs ilyen különleges vágyam, hogy ezt vagy azt a szerepet eljátszani, vagy ilyesmi. A elsődleges cél most főként az lenne, hogy valamilyen módon együtt tartani ezt az egész színházat, társulatot ott az igézőben. Ugye azon nem árulok el nagy titkot, hogy azért az idei évben nem kerültünk olyan nagyon rózsás helyzetbe. Ugye különböző ilyen elvonások, megvonások miatt nagyon sok támogatástól elestünk, amit egyébként hál' Istennek a város sikerült, vagy próbált mérsékelni valamilyen módon, amit ezúton is köszönünk az önkormányzatnak, hogy támogatást tudott nekünk juttatni azokért a támogatásokért, vagy azokat a támogatásokat kiváltva, amiket ugye különböző pályázatok módján nem tudtunk elnyerni az idejében, tehát valamilyen módon túlélni. Most tulajdonképpen ez az idei fél évnek még, vagy a következő egy évnek az ilyen célkitűzése. És hát az lenne a jó, hogyha a közönség is tudna minket valamilyen módon támogatni, elsősorban azzal, hogy jár az előadásainkra néznek minket, és terjesztik folyamatosan, hogy mi vagyunk, mi itt vagyunk, és csináljuk, folyamatosan foglalkozunk ezzel. Nincs kétségem felőle, hogy a közönségben lehet bízni, a fehérvári színház szerető közönség, értő közönség, és korán sem véletlen, hogy alig-alig férnek be az igézőbe. Mire készültök mostanság? Most egy Svajda György darabot kezdtünk el próbálni. Most az elmúlt héten volt ennek az olvasópróbája, és most kezdjük majd a rendelkezőket. Az a cím, hogy a Szent Család, és ez is egy ilyen mai korral foglalkozó előadás lesz, a mai kor problémáira keres talán válaszokat. A fő szerepét ennek az előadásnak majd Törsök Márta alakítja.
és hát gyakorlatilag az előadásban ő egy anya szerepet játszik, aki van vagy egy kicsit demens, vagy nem, ezt majd a néző belátására bízzuk, ő majd eldönti, hogy, és ő hozzá érkeznek a különböző személyiségű, foglalkozású, karakterű gyerekek, akik, hát van, hogy csak ilyen egy-két percet töltenek ott, és már menekülnek otthonról, van, hogy nem, hogy a darabnak a vége, azt most én nem fogom elárulni, hogy mi lesz, de most ezzel kezdtünk el foglalkozni, és reméljük, hogy minél előbb be is tudjuk mutatni, mint friss bemutatót az igazodban. Jó, spoilerre semmi szükség, viszont köszönöm, hogy ezt elmondtad. A Nincs kétségem felelőtt teltház lesz, és hát köszönöm Szabó Miklós Bence, köszönjük Borbé László, köszönjük Nagy Judit, köszönjük Szabad Színház, és további sok sikert kívánok. Pedig köszönjük a meghívást, köszönjük szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Szabó Miklós Bence volt, aki a Kaszton, a Kaposvári Amatőr Színjátszó Találkozón a színészi fődíjat hozhatta haza ide Székesfehérvárra a Szabad Színház előadása kapcsán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.